13. alkalommal koszorúzták meg Jósa András sírját péntek délelőtt Nyíregyházán az északi temetőben. Az elismert orvos, régész és antropológus 1834. november 30-án született a romániai Nagyváradon, 84 évvel később pedig Nyíregyházán hunyt el. 1884-től Szabolcs vármegyei főorvos lett, és életének nagy részét a Nyírség területén töltötte. Ezért Nyíregyházán múzeum, utca, városrész és kórház is őrzi a nevét. Jós Andrásnak két intézmény őrzi a nevét. Az egyik, amelyet ő alapított, ez a múzeum, a másik pedig, amelyet nem ő alapított, de egy igen jelentős orvosdoktora volt, ez pedig a mai Szabadszatmár-Bereg megyei oktató kórházak, amelyek az ő nevét vették fel. Ez mutatja azt, hogy Jós András nem csak orvos volt, ami az alapképzettségét tekinti, hanem igencsak érdeklődött a történettudomány, illetve a régészet iránt elsősorban, és ő vetette meg a Jós András Múzeumnak a régészeti gyűjteményét. Ugye, hát jövőre lesz majd 150 éves a múzeum, és majd ezt ünneplik 2018-an végig a múzeumi munkatársak. Az egyik legrégebbi jogfolytonosan működő intézménye a városnak maga a múzeum. Nagyon sok létrehozott ma működő intézmény csak ezután alapult meg, többek között a kórház is. Úgyhogy erre azt gondolom, hogy a város büszke. Sokrétű tevékenysége egyik kiemelt érdeme volt az akkori Szabolcs vármegyei múzeum létrehozása. Nevét mai napig viseli a már nyíregyházi múzeum. Nekünk ez a Józsa András múzeumnak a napja. Ez a nap, ez ilyen bensőséges, tehát kifejezetten a kollégáknak a napja, és itt szeretnénk az egész éves tevékenységünket értékelni, a kollégáknak megköszönni az egész éves tevékenységet, és tulajdonképpen a Városházán most azért vagyunk, hogy elmondjuk az egész éves tevékenységünknek az értékelését, és utána pedig egy kiállítással pecsételjük meg azt, hogy ünneplünk ma, és ezt a kiállítást pedig a Zsesovból, a Lengyel Múzeumból hozták számunkra, és hát nagyon aktuális a kiállítás, mert karácsonyhoz kapcsolódik, és a betlehemes kiállítás. Jós András jogásznak tanult Bécsben, majd a Magyaróvári Gazdasági Főiskolára járt. Miután befejezte tanulmányait, édesapja Nagy Szentúj birtokán dolgozott, azonban a sok esztergályozás miatt tájogot kapott. A hosszas betegeskedés után döntött úgy, hogy orvos lesz. Ismét Bécsben tanult, míg végül Nagykállóban kórházi főorvos lett. Én azt gondolom, az ő munkássága során valamennyi lépést megtett, amit a mai nap is szükségünk van megtenni ahhoz, hogy a kórházunk működjön. Józsa András kórházteremtő volt, a kórház fenntartására különböző forrásokból pénzt szerzett, és nagyon fontosnak tartotta a szakmai előmenetelét is, és azt gondolom, hogy ezek a tevékenységei a mai egészségügyi ellátásban is rettentően fontosak. A főigazgató helyettes hozzátette, a kórház jelenleg közel 5000 munkavállalót foglalkoztat, és évente 150 ezer fekvőbeteget látnak el, ami azt is jelenti, Jós András egykori törekvései nem voltak hiába valóak. A Jós András nap részeként délután egy tárlat is nyílik a múzeumban, amelyről részletesen hétfői híradónkban hallhatnak.